Ne féljetek, bátorít a Szentírás számos helyen. De miből merítsünk erőt a félelemmel szemben a háború idején és különféle üldöztetésekben? Mit üzennek nekünk az üldözött keresztények? Mi a remény forrása nehéz időkben, és mit tehetünk mi magunk? Ez az Agapé 7. adása, amelyben az élet különböző területeiről érkező vendégeinkkel keressük a válaszokat. Markovics Milán Mór, őrnagy, vezető, kiemelt tábori lelkész, a katolikus tábori püspökség pasztorális helynöke. Teológiai végzettsége mellett megszerezte a lelki gondozói képesítést is. A két szakirányon szerzett tudás most összeér munkájában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutató munkatársaként a vallás és biztonság kérdésével foglalkozik, amely témában már évek óta blogot is vezet. Steiner József, baptista lelkész, missziológus, teológiai tanár. Elkötelezett a világmisszió iránt, tudományos doktorátusát is e területen védte meg. Közel 90 országban járt missziói úton, nagyrészt a TCM, Nemzetközi Teológiai Intézet tanítványképzési professzoraként. Célja, hogy minden nemzetben legyenek érett, szolgálatra felkészült tanítványok, akik nemzetük társadalmára krisztusi hatással tudnak lenni. Bálint Gábor, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Programjainak vezetője. Eredeti végzettsége református tanító, hitoktató és közgazdász. Szociáletikai tanulmányokat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatott. A segélyszervezet munkatársaként épített iskolát Afganisztánban. Segítséget nyújtott világszerte földrengések, árvizek és háborúk következtében mindenüket elvesztett embereknek, többek között Sri Lankán, Líbiában, Irakban, vagy éppen az Észak-Kaukázusban. Isten nélkül nem érdemes színésznek lenni, vallja Eperjes Károly, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Kaposvári Egyetem Ripple Rónai Művészeti Karának egyetemi tanára. Szülei eredetileg papnak szánták. A színészpálya előtt volt műszerész és labdarúgó is. A közelmúltban bemutatott Magyar Passió című filmjében, amelynek rendezője és főszereplője is, a hazai szerzetesrendek 1950-es feloszlatását dolgozta fel. Múlt héten a háború árnyékában kezdtünk el beszélgetni a szabadság fogalmáról, illetve arról, hogy mit jelent a keresztény ember szabadsága, és nem tehetjük meg, hogy ne reflektáljunk önmagunkra, hiszen ugye az ukrajnai helyzettel kapcsolatban a saját nemzettestvéreinkkel, sokszor családtagjainkkal, barátainkkal kapcsolatban látjuk, hogy mit jelent, amikor valaki a fegyverek elől, a háború borzalma elől menekül. És nagyon köszönöm, hogy tegeződhetünk ennél a nehéz témánál is itt veletek. Hogyha neked volt egy olyan megfogalmazásod a saját blogodon, hogy érzelmi lavinát indított el ez a háború. Mit gondolsz és mit gondoltok, mit tehetünk, mit tehet egy keresztény, hogy ez alól a lavina alól kiássa magát, ne engedje betemetődni magát? Hát, hogyha már így megszólítottál a blog kapcsán, elsősorban ott arra reflektáltam, amit látok közösségi médiában kommenteknél, hogy mennyire felszabadultak az érzelmek, és mindenki valamilyen pártoskodni akar. És a pártoskodás szó, hogy szétszakítás, ez nagyon jól látszik az embereken. Az, aki próbál objektív maradni, aki kívülről akarja nézni, az automatikusan egyedül marad. De egyébként a háború kapcsán, hagyj idézem, ugye aki hadtudományt tanul, annak a római joga, mondjuk így, az Clausewitz. És hát Clausewitznek van egy ilyen gondolata, hogy a háború az az érzelmekről szól, ugye ő németül, ahogy írják, Gefühl, ami aztán egy, ma így mondanánk, hogy egy erőszak spirálba fog keveredni. Tehát, hogy a háború az nem egy racionális jelenség, még akkor sem, hogyha abban van taktika és stratégiai szint. Aki benne van, az pont ugyanúgy van, mint aki otthon a meleg szobában ül és kommentel, és szintén egy háborút folytat.
az is egy erőszak egyébként, még akkor is, hogyha az verbális. Tehát eltűnik a ráció sajnos ebből a dologból, átadjuk magunkat az érzelmeknek, és onnantól kezdve pártoskodunk, szétszakolunk. Tehát én erre gondoltam ott, amikor ezt fogalmaztam meg. Valamilyen szinten akkor mi is hadviselő fél vagyunk, még akkor is, hogyha nem a szó nemzetközi jogi értelmében, de az érzelmi töltet az itt van bennünk? Mit tapasztaltok? Egyrészt azt, hogy igen, én is tapasztalom ezt, amiről itt beszélünk, hogy még azok is neki mennek egymásnak, akik eddig néhány témát jól ki tudtak kerülni olyan szempontból, hogy ebből családi vagy barátok közötti patália legyen. A háború az valahogy úgy tűnik, hogy alkalmas, vagy a közelünkbe ért háború, az talán alkalmas most még arra is, hogy ezeknek az embereknek is felborítsa az egymással való békességét, akik eddig ebben megvoltak. Viszont én arra szeretnék inkább célozni, hogy nem csak ez van, hogy mi is háborúban állunk, hanem hogy a saját biztonságérzetünk is felborul annyira, hogy keressük a megoldást ebben. Ugye a háborúnak a lélektan az egy elég mély és elég bonyolult dolog, hogy mi minden kavarodik fel bennünk. Tehát a teljes gondolkodás, a teljes érzelmi világ is ez egyszerre sok emberrel történik. Tehát még nincs is talán még egy olyan helyzet, ugye mondjuk egy súlyos betegség, valaki kap egy halálos diagnózist, vagy van egy baleset. Az egy-egy emberrel történik, vagy egy-egy családdal. Ilyenkor még ezzel is számolnunk kell, hogy amikor ez a háború közelünkbe ér, és mindenkit elkezd érinteni, azért a magyar ember még nem a legszorosabb érintettségben van ebben. Talán, ha vannak rokonai arra, ismerősei, barátai. De ez beleránt bennünket valóban ebbe a spirálba. Én is így látom. Volt már a háború előtt is humanitárius missziót vezettél Ukrajnában. Mik a legfrissebb tapasztalataitok? Hát ez az egész szembenállás, és ami most kicsúcsosodott tulajdonképpen, eznek a gyökerei azért 14-ig visszanyúlnak. Ugye mi akkor az ökumenikus segélyszervezettel akkor kezdtünk már el Ukrajnában. Korábban is nagyon sok programunk volt, de a mostani háború kapcsán, ugye, és az azt megelőző események kapcsán akkor kezdtünk el dolgozni, és ott is még a Majdanon emlékszem, amikor az első a Majdanon elkezdődött a lövöldözés Kijevbe, és fölhívtuk az ukrán ortodox egyházat, hirtelen őket tudtuk elérni, és kérdeztük, hogy mire van szükség, és hallottuk, hogy a háttérben roponnak a fegyverek. Onnan indult egyébként az egész menekültekkel, belső menekültekkel kapcsolatos segélyprogramunk, és ez végigjártuk azokat a városokat, amiket most a hírekből hallunk, és ott találkoztunk közvetlenül azokkal az emberekkel, akiket az a korábbi fegyveres konfliktus nagyon mélyen és nagyon személyesen érintett, és nagyon sok szörnyűséget tapasztaltunk és láttunk, és valahogy a mi munkánk, hogy az ember, a segélyszervezet mikor dolgozik, ha nagyjából kétféle katasztrófa létezik, van a természeti katasztrófák, azok ugye egy földrengés, a gyárvíz, azokat ugye nagyon sokszor látjuk és halljuk, és ugye azért nem tudunk mit tenni, nem tudjuk, meg lehet előzni bizonyos mértékben gátakkal, vagy földrengés előrejelzéssel. Ugye a háború, amikor azzal szembesülünk, hogy értelmetlenül, a számunkra értelmetlen vagy értelmezhetetlen dolgok miatt megértjük, hogy miért történnek a folyamatok, az nagyon fontos a mi munkánkhoz is, de alapjaiban ez értelmetlen nagyon sokszor az, amit értelmetlen szenvedéssel találkozunk, és ilyenkor sokkal nehezebb is talán ugyanazt a segélyezést végezni, mint amit egy árvíz után, meg ugye itt nagyon sok biztonsági kérdés is felmerül, hogy egy fegyveres konfliktus során hogyan kell viszonyulnunk a térséghez, és hogyan tudunk a két harcoló félnek is adott esetben ugyanúgy segíteni, hiszen mi segélyszervezetként ez is egy nagyon fontos, és lehet, hogy kevesen nem tudják, vagy nagyon nehéz is sokszor ezt ténylegesen végrehajtani, hogy mi segélyszervezetként egy háború áldozatainál úgy kell tekinteni mindenkire, hogy az okokat nem vizsgáljuk. Tehát én nem vizsgálhatom, hogy
ha valaki elvesztette a végtagját, vagy valaki menekülté vált, vagy valaki elvesztette a házát és mindenét, és segíteni kell neki, hogy az miért történt. Mi segélyszervezetként, függetlenül attól, hogy mi a bajnak az okozója, mi együnk és segítünk. Elhangzott itt egy kulcsfogalom, az értelmetlen szenvedés. Hogy álljunk keresztényként a szenvedés kérdéséhez? Kérdezem ezt annak tükrében is, hogy elméletileg két keresztény társadalom visel háborút most egymás ellen. Igen, ettől egy kicsit másabb mondjuk, mint a délszláv háború, mert ott ugye voltak a nyugati keresztények, a horvátok, a szlovénok, voltak a szerbek, az ortodoxok, és akkor még ott voltak a bosnyákok, ahol aztán mindenféle volt, de leginkább muzulmánok voltak. Én ott voltam, nem is értem, hogy elmentünk Medjugorjéba. Abban a pillanatban, hogy felszabadult, hogy Medjugorjét körbezárták, és abban a pillanatban, hogy egy úton be lehetett menni, elmentünk. És mi hallottuk a lövéseket még Mostár felül is, Mashhad-Szilitok felül is. Egy út volt bejárható, és nem is értem, hogy mertünk oda akkor bemenni, de akkor még valahogy olyan erős volt a hitünk, talán ott. Társasággal mentünk, volt közöttünk apáca is. Öten mentünk egy autóval. És két órán keresztül nem szólaltunk meg. Mert ott minden szét volt lőve. És nem találtunk gyereket. Nem találtunk férfit. Egy öreg néni volt egy pici gyerekkel egy fönn valamelyik hegyen ott kint. Kimásztak talán. Egész Medjugorjéban a ferencesek bújtatták a pincébe, akik még otthon maradtak. Az borzasztó volt, de nem is tudom, hogy mit lehet mondani erre. Nincs jó megoldás. Én úgy látom, hogy erre az a megoldás, amit a pápánk tesz, hogy nem föladni azt a lehetőséget, és ezt ilyen szempontból mi is helyesen tesszük, hogy felkínáljuk, hogy legyen itt egy béketárgyalás, tehát erről nem lehet lemondani. Tehát ez a segélynyújtás mellett a legfontosabb. A legfontosabb, hogy ez minél hamarabb maradjon abban. Ez a legfontosabb. És keresztény embernek ebbe hinni kell, hogy talán még kevesen imádkozunk, hogy ez olyan erővé váljon, vagy kevesen tudjuk plánit a nagybőjtbe fölajánlani. Olyan szépen hívja a pápa ökumenikusan az embereket imára nap, mint nap. Most jöttem haza Erdélyből, ott volt fellépésem, és illetve filmvetítés, és rengeteg ukrán jött menekülve. Férfit egyet sem láttam, nők vezettek gyerekekkel. És azon járt az agyam, hogy juthatunk el idáig. Itt tudnék is csatlakozni bele, hogy ugye a délszláv háborúból olyan szempontból tapasztalatom van, hogy a Magyar Honvédséggel, mint tábori lelkész, én több alkalommal is voltam ott. Beszéltem egyszer egy kereskedővel, aki elmesélte, hogy abban a tömbházon, ő lakott, abban élt két család, egy szerb és egy bosnyák család. Nagyon jóban voltak, együtt grillpartiztak, lehet, hogy abban a régióban inkább cseváposztak közösen, de hogy... És hát tragikus a történet egyébként, mert amikor elindult a háború, először nem beszéltek egymással, mert gyanús volt a másik, hogy mi van, hogyha ő valamit beárul, mi van, hogyha ő fog engem először bántani. És az lett vége, mindegy, hogy melyik család, az egyik nap, az egyik este, az egyik családfő, az apa átment és meggyilkolta a másik család minden tagját. És mondta, hogy ez egy óriási tragédia volt, megelőzte a bajt, mondta ő, mert ha én nem teszem meg, holnap ő teszi. Ez azért sátáni. Tehát lehet, hogy van neve, emberi neve, de ez a gonosznak és a legmélység. És ugye mi van itt? Egy etnikai különbség, meg egy vallási különbség, ott is megtalálható. Ugye ott is volt az ortodox, meg az iszlám különbség. De mégsem a vallás különbség hozta elő ezt a fájdalmat. Ugye Ukrajnában 2019-re lehet visszavezetni, amikor a konstantinápolyi pátriárka jóvá hagyta, hogy leváljon végleg az ukrán ortodox egyháza a Moszkváról és a moszkvai egyházról. Én találtam egy képet, ahol a két egyháznak a vezetője, tehát az ukrán moszkvai és az ukrán ortodox egyháznak a vezetője, Onufri és Epanefi-nek a készfogása
van egy fényképen, ez egy 4-5 éves kép, ahol még boldogan mosolyogva egymással kezet fognak, most pedig egy óriási szakadás van. És most ide visszatértünk a pártoskodásra, a szétszakadásra, feloldhatatlan problémák, és ezért mondtam, hogy sátáni. Tehát nem akarom ezzel elkenni, hanem nem nincsenek erre igazából jó szavak. Azt azért nem mondanám, hogy feloldhatatlan. Szent II. János pápa mondta, hogy nem az az ökumené, hogy a vallásokat összegyúrjuk, hanem az ökumené az, hogy minden vallást az egyigaz Isten hit reményében Jézus Krisztushoz, az egyetlen üdvözlétő és megváltóhoz ide vezetni. Na most ez egy nem könnyű folyamat. 16. Benedek azt mondta, 21. század vagy euharisztikus, vagy nem lesz. Vagy euharisztikus lesz, vagy nem lesz. Na most meggyőződésem, hogy ez egy ébresztő mondat volt, mert a nem lesz, azt nem engedheti meg az atya, hogy a fia megváltó művét az emberiség elbarmolja. De hogy addig kataklizmák sorozatát éljük meg, még az emberiség tényleg egy, akkor egy pásztor lesz, az most is érződik. Hétről hétre megpróbáljuk a szabadság gondolatát és fogalmát körbejárni most is. Azért hozom ezt ide, mert ugye egy kataklizma kellős közepén, aki menekül, annak mit jelenthet a szabadság? Van reménye akár lélekben megélni a szabadságot? Én úgy kapcsolódnék ehhez is, erre a kérdésedre is szerintem ez válasz, hogy nem mindegy, hogy mi történik a személlyel, a személynek a lelkével. Van egy olyan nagyon mély Isten kapcsolat, és egy Isten élménye, egy átélése, ami neki ebbe reményt adhat, ami neki szabadságot adhat, és még arra is képes, hogy át tudja hidalni ezeket a dolgokat. Éppen azon gondolkodtam, ahogyan mondtad, hogy a segélyezésben ugye nem nézhetitek, hogy ki a hibás, ki a felelős, mik az okok. Ezt is, azt is segíteni kell. Nagyon hasonlót élek meg, ugye én missziológusként megyek ezekbe az országokba is, amelyekről most beszélünk. Nekem így lett volna ez a tavaszi időszakom, hogy április végén nekem ott kellett volna lenni Kherszonba, ahol minden évben tanítom felkészíteni az ottani gyülekezetvezetőket, lelkipásztorokat, akik tanulnak, és májusban mentem volna tovább Moszkvába, júniusban pedig, ezek megvannak, ezek a foglalásaim, van a megvásárolt repülőjegy, pedig Szibériába, annak a tartományi fővárosába, Omszkba. És személyesen én úgy gondolkodok ezekről az emberekről, amikor kitört a háború, meg a mai napom is tulajdonképpen ezzel telt, hogy amikor velük kommunikálok, akivel tudok telefonon, akivel más módon lehet, más módon, nem úgy gondolkodom benne, hogy az egyik mondjuk az agresszor, vagy a másik ez vagy az, hanem ők emberek, nekem barátaim, nekem lelki testvéreim. És közvetlen háború kitörés előtt volt ez a nemzetközi találkozónk, ahol a minden nemzetben lévő partnerünk, Afrikából, Ázsiából, mindenhonnan együtt voltunk, és azt képzeljétek el, hogy ott úgy vagyunk együtt ebben a társaságban, hogy már látszott, hogy mi fog történni, már ment a fegyverkezés, és akkor a török vezetőnk, keresztény emberek ezek, keresztény emberről beszélek, ott ül a török, és imádkozik ezért a dologért, és ott ül az én örmény barátom is, akinek a fia, eljött a fia is erre a találkozóra, a hegyi karabahi háborúból most szeret le, ugye tavaly benne volt, vagy most már másfél éve hegyi karabahi háborúban, azt mondja, hogy minket az oroszok mentettek ott meg a török drónok elől. És ott úgy ülünk, és ott ül az ukrán, és ott ül az orosz, ott ül a török, ott ül az örmény, meg én a magyar, meg sok mindenki, hogy szeretjük egymást, ismerjük egymást, és most dolgozunk azon, és besegít. Hát itt már nehéz elmondani internet nyilvánosság előtt, hogy besegít az orosz partnerünk ebbe, hogy a kherszoni barátunk családját hogyan evakuáljuk és merre vigyük. Tehát, hogy ha van egy egyenkénti nagyon mély és személyes Istenhez kapcsolódás, Krisztus követés, az felül tud emelkedni, vagy szerintem felül tud emelni bennünket még azokon a gyűlöletet kiváltani kívánó tényezőkön is, amelyek valahogy ránk erőltetődnek valakiktől, ahogyan fogalmaztál az előbb. Van-e, atya, információd azokról a paptestvéreidről, akik most ott szolgálnak egyik vagy másik csapat mellett, és egyáltalán hogyan kell elképzelnünk ilyenkor egy távoli lelkész szolgálatát? Filmekben persze látunk lelkészeket, de félek, hogy Hollywood ezúttal sem feltétlen az igazságot mutatja. Band of Brothers sorozatot azt tudom ajánlani, abban elég jól megmutatják, hogy mi a dolga volt az őrült ír tábori lelkészről, aki kiment az ösztűz közé, és ott is a betegek kenetét, a ott haldokról, vagy elesett katonák megkapták.
Nekem van személyesen egy ismerősöm, egy ukrán tábori lelkész, akit a berlini tábori lelkészi találkozókon ismertem meg, és vele nem tudom tartani kapcsolatot, viszont láttam, hogy a média, a nemzetközi média fölkapta az ő személyét. Most ugye érdekes, mert megoszt néhány fényképet, látni a Facebook oldalát is látom, hogy éppen merre jár. Ott van a mélyébe. De ugye egy tábori lelkésznek az a dolga, hogy a katona mellett legyen, és hogy neki lelki gondozást nyújtson, egy katolikus tábori lelkésznek pedig a szentségek kiszolgáltatása is a feladata. Ennek része nagyon sajnálatos ilyen esetben a betegek kenetének a szentsége. Uh-huh. Az általános feloldozást, amit ilyenkor megkapnak a tábori lelkészek, mert nincs idő már feltétlenül gyónni, hiszen bármelyik pillanatban meghalhat, életveszélyes állapotban van. Sőt, ezt érdemes tudni, hogy katolikus nézőpontból egész biztosan így van, hogy még egy meg nem keresztelt ember is keresztelhet bármikor. Joga van az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevébe, hogyha tudja arról a valakiről, hogy ő egyébként nyitott erre és megkeresztelkedne. Tehát, hogy ez egy olyan szituáció, amikor ezek, tehát a legtöbb szabály felrúgja, úgymond a háború. És sajnos ez egy ilyen állapot, amikor a szabályok nincsenek ott, hanem a kegyelem van egyedül. Most ugye látjuk, hogy milyen az, amikor Európában is dörögnek a fegyverek, és üldözést szenvednek emberek, akár a nemzetiségük, akár hitük miatt, vagy csak azért, mert valakinek útban vannak. De nagyon sok keresztény testvérünk ezt megtapasztalja nap mint nap. A legfrissebb adatok szerint 360 millió keresztényt üldöznek világszerte. Hogy egy kicsit jobban lássuk ennek a nagyságrendjét, ez azt jelenti, hogy minden hetedik Krisztus követő embert a hite miatt, a vallása miatt üldöznek, és az országok több mint egy harmadát érinti ez a probléma. Olyan országokat például, mint Afganisztán, előkelő helyen ezen a szégyenlistán, és például Irak, ahol az ökumenikus segélyszervezetnek nagyon nagy tapasztalata van. Mit tapasztaltok, amikor üldözött keresztények között dolgoztok? A háborúval összefüggően és az élet igenlés, tehát az életre adandó igen válasz és az életre adandó nem válasz, talán akkor szembesültünk ezzel legjobban, amikor Irakban Mosul ostroma után néhány héttel augusztusban, 2014 augusztusában érkeztem Kurdisztán azon részére, ahol elmenekültek nem csak keresztények, ugye nagyon sok keresztény is, de a jazidik is, soha nem fogom elfelejteni, amikor egy szír katolikus menekültáborban voltunk, és amikor előttünk az egyik kimenekült keresztény családfő próbálta a nagyszülőket valahogy kimenekíteni, és ott alkudozott előttünk az iszlám állammal, hogy akkor mennyit fizessen azért, hogy kiengedjék a Moszulból, és hogy túlélje az egészet. És igazából nagyon érdekes, én elég sok országban jártam, és nagyon sok muszlim közösségben dolgoztunk, és sehol nem volt negatív élményem, még most nemrég Afganisztánba jöttem, ahol a tálibokkal ugyanígy ültünk csak a földön, ugyanígy ittük a teát, ugyanígy beszélgettünk, ugyanígy kérdezgettek, hogy Magyarországon milyen a helyzet. Nyilván mi ugye segélyezni megyünk, mi csak segélyezéssel foglalkozunk. És igazából egyedül az iszlám állam volt az, amivel egyszerűen nem lehetett, tehát a Vöröskereszt, a különböző enszervezetek, akiknek kellett volna, vagy akiknek mandátumuk van arra, hogy embereket menekítsenek ki, őket sem engedte be az iszlám állam. Tehát azt az életre adott totális nemleges választ tapasztaltuk, ahol a gyerekek kezébe fegyvert adnak, hogy végezzenek ki embereket, ahol sok emlékezünk még ezekre a hírekre és képekre. Mert mindenhol máshol, tehát minden más muszlim, keresztény, bármilyen környezetben dolgoztunk, meg tudtuk találni a közös nevezőt, és végre tudtuk hajtani azokat a segélyprogramokat, amiket a segélyszervezet Afganisztántól kezdve bárhol a világban végez. József, nagyon sok olyan országban szolgálsz a mai napig, amik szintén a keresztény üldözés területei. És ahogy már említetted is, itt misszióra, szolgálatra készítesz fel fiatalokat. Milyen üzenettel lehet őket szolgálatba küldeni, amikor hát tudjátok jól, hogy nagyon nem lesz könnyű feladatuk, akár az életüket is adhatják Jézusért? Igen, hát ebben a kérdésedben is benne volt, hogy én legalább annyit tanulok tőlük, mint ők tőlem, főleg a kitartásban, hűségben. Mi abban hiszünk, akik így munkálkodunk, hogy mindenki a
a maga kultúrájában lehet a legjobb misszionárius. Tehát Albániában egy albán, Koszovóban egy koszovói. Onnan jöttem haza nemrég, most ez a példa ezért volt a számom. Kenyában egy kenyai, és így tovább. De nekünk adatott valami, éppen magyaroknak is, de hát nem csak a magyaroknak, hanem mondjuk az európaiaknak és másoknak is, amit átadhatunk nekik. Egyébként ennek a nagy része inkább a bátorítás, biztatás, persze technikai tudás is. És most nagyon a szívemen van újra így, vagy előjött az én fókuszomba Afrika, 2,5 hét múlva, hogyha mennyei atya megsegít, akkor ismét úton leszek oda. És amikor először jártam ott több évvel ezelőtt, akkor azt tudtam, hogy megyek, és egy mesterfokú teológiai oktatásban leszek benne, és lesz 30 hallgatóm. Tudtam, hogy 30-as éveikben, 40-es éveikben járó emberek, lelkipásztorok, új gyülekezetek plántálói, akik alapítanak majd egyházközségeket falvakban, máshol, ifjúsági vezetők, lelki gondozók. Tudtam azt is, hogy vannak köztük nők. És amikor ott voltam köztük, és hát elindul, ugye hát nem egy ilyen formális tanítást szoktam én csak tenni, elmegyek mindig a gyülekezeteikben, éppen egy Nairobi-beli nyomornegyedbeli gyülekezetben prédikáltam vasárnap, én lelkipásztor is vagyok, ugye, és az ige hirdetés is a szolgálatomban van, szeretett szolgálatom között. Na ott is megismertem nőket, aztán meg a tanítványom között, a személyes történetükben, és hát az Al-Qaidához, hogyha kapcsolódhatok, ott van egy Al-Shabaab nevű terrorszervezet Kenyába, amely azt tudja okozni, azt tudja elérni, hogy egy 60%-nyi keresztény lakossággal rendelkező országban egy 7%-nyi iszlamista muszlim csapat, ami az Al-Shabaabnak a nagy támogatója, ezek tudják üldözni a többségben lévő keresztényeket. Különösen is északkeleti városrészben, távol a fővárostól, a kormánynak nincs olyan ereje, hogy megvédje őket. Hát egyszer csak elkezdenek beszámolni ott a hallgatóim arról, hogy hát én is áldozat vagyok. És az egyik elmondja, hogy csoportos erőszakot szenvedett el nőként, amikor tinédzser volt. Másik meg elmondta, hát próbálom itt szépen elmondani a műsorban, mert nem tudom, hogy fiatalok hogy nézik, hogy lecsapnak, és a fiatal lányokat, másokat erőszaknak teszik ki, és eltávolítják macsétákkal az emlőiket. És próbálom megérteni, hogy ez a kínzáson kívül még milyen célt szolgál, és mondják, hogy rosszabb, mint a halál, mert egyszerű majd gyermeket fog szülni. Vagy a mostani erőszak miatt, vagy majd egyszer egy házasság, egy párkapcsolat miatt, és vidéken nem lehet leugrani tápszerért, hanem meg fogja látni a csecsemőjének az éhenhalását. Így büntetik a keresztényeket, belocsolják a keresztény farmerek, földműveseknek a területeit, iszonyatos vegyszerekkel, 100 évig ott már megint nem terem. Erre szoktuk mondani, hogy Afrikában tényleg ezek az erők, hát egy önpusztítás van. Tehát. És akkor gyűlnek össze Nairobiban, a nyomornegyedben, mert ott még biztonságban. Akinek eddig volt 20 tehene vagy kecskéje, gazdálkodott, most ott van és egy nyomornegyedben ül. Ez egy ilyen történet, amit ott hallok. Úgyhogy most feleségem is eljön velem, mert egyszerűen a nőkkel nem én szeretnék ezekről a dolgokról beszélni. Elég a férfiakkal. Úgyhogy ilyen dinamikák között élik ők az életüket, amit mi sokszor itt el sem tudunk képzelni, a kicsit néha, hát ha őszinték vagyunk, langymeleg egyházi életünkben, mert hát sokfelé azért ez azért ott van. Jézus maga ígérte a tanítványainak, hogy üldözni fognak benneteket az én nevemért. Akkor, hogyha ebből a bibliai szakaszból indulunk ki, akkor igazából nem is szabad csodálkoznunk azon, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon? A kereszténység, amióta megszületett, mindig üldözik. Mert olyan evidens lelkületet követel, ami az egzisztenciális félelmet nem ismeri, ha igazán jól csinálja az ember. Pont a tegnapi evangélium volt, az Úr Jézus 40 napig a böjtje után a pusztába. Ott három kísértés szenved el. Az egyik az egzisztenciális, a másik a dicsőség, a harmadik a hatalom. A három együtt a becsvágy. Na most, hogyha az emberekben nem a szív vagy harmónia kultúrája nől föl, akkor ez mindig elbillen. Tehát morál és bölcselet, ez a tanítványi állapot is, ez a tanítói állapot is. Mert ha ez szétszakad, akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket, vagy a hiszékenyek barmolják az agyasokat. És ezt mindig félelemmel lehet csinálni. Tehát minden izmus a félelemre épít.
Tehát a kényelmi nyugati civilizáció, nem mondanám kultúrának, az is arra épít, hogy jaj, ha neked nem ilyen autód, jaj, ha neked... Én láttam olyan holland filmet, ami nagy díjat kapott, hogy az volt a cinikus cím, hogy utolsó vacsora. És a nagypapátnak csináltak egy út, már többet költ a nagypapa a gyógyszerre, mint amennyi a nyugdíja. Csináljunk neki egy vacsorát, meghívjuk a család orvosát, és család, menjenek át, nagypapa, megnézzük a vérnyomását. Kicsit Hanzi bácsi rossz a vérnyomása, és már fél óra múlva már halott volt a nagypapa, utolsó vacsora. Tehát azért a keresztényeket mindig üldözték, a magyar passióban ugyanezeket a bűnöket elkövették, csak én nem mutattam meg. Tehát a kedvenc témájuk az volt, hogy üvegszálat dugtak föl a hölgyeknek, uraknak, Mindszenti Bíboros úrnak is, és széttörték. És akkor még nem mondtam el mindent. De direkt nem tettem be a filmbe, hogy mások ezt meg tudják nézni. De nézzük, milyen módszerük volt nekik. Ugye először bevitték 49-ben a Mindszenti Bíboros urat karácsonykor. Addig gyömöszölték az izraelita egyházat, meg a református, meg az evangélikus, még aláírtak, de a katolikusok nem írtak alá. Na, hol a bástya? A szerzetesek. Na, szét kell őket verni. 1950. június 8. 12.000 szerzetes. Egy éjszaka likvidálnak. Katolikus egyház is rá három hónapjára, augusztus végén aláírja. Addig nem. Tehát megfélemlíteni kell. Tehát mindig a megfélemlítés a lényege. És még egyszer mondom, csak az Eucharisztia, Szent Háromságos Egyisten komolyan vétele mentheti meg a világot. Semmi más. De hogy viszonyul ehhez a magyar társadalom? Lehet, hogy mi a saját keresztény üldözésünket, a saját múltunkat már elfelejtettük? Én azt nem tudom. Ki, hogy ez személyi döntés. Mindenki, ezért nagyon fontosak, hogy jó papok, lelkészek, rabbik foglalkozzanak a gyerekekkel. A családokban legyen metafizikai lét, ne csak úgy együtt lét, meg egzisztenciális fönnmaradás. Fontos, persze, de a legfontosabb a lelki egység. És volt már, mikor majdnem kiirtottuk magunkat Szent István halála után, például. Tehát az ember, hogyha nem a az Aquinai Szent Tamás megfogalmazásul léttel viszonyul a léthez, hogy egy biztos, én és az én teremtőm. Na, ha valaki így viszonyul az élethez, akkor az tudja, hogy az is egy istenkép más, az is. És mindjárt más, ezt kellene elsajátítani az emberiségben. Milán atya, hogy látja ezt egy katolikus pap, egy gyakorló katolikus pap? Hú, belőlem egy kicsit a kutató is kijött most egyébként, mert így ahogy beszélgetünk erről, kicsit ilyen szárazabban is végig gondoltam ezt a dolgot, hogy egyáltalán mit nevezünk kereszténynek. Ugye ez pont múlt héten egy kutatók és nem kutatók társaságában ezt én megkérdeztem, és hát kiderült, hogy ez egy absztrakt fogalom. Tehát, hogy az, hogy keresztény, az, hogy ki mit gondol, az még egy mondjuk egy publikáció, egy tudományos publikációban is le kell írni, hogy mit értek alatta. Nekem egyébként a holland céghelyű Open Doors-nak van egy olyan definíció, ami nagyon-nagyon tetszik, a keresztény üldözés kapcsán egyébként éppen, és annak is az első mondata. Mert az így hangzik, hogy a keresztény üldözés az az átélt ellenségeskedés, amely azon okból történik, amiért valaki Krisztussal azonosul. Ugye ebben nincsen benne a keresztény szó, hanem a Krisztussal való azonosulás van. Ez azért nagyon lényeges, mert például én, amikor teológus voltam, én azt tanultam, hogy a keresztény az az ember, aki hisz a Szent Háromságba, Krisztust a második isteni személynek gondolja, és így már kiszorítottunk bizonyos közösséget, akik magát kereszténynek gondolja, például a Jehova tanúit, akik nem hisznek a Szent Háromságba, vagy az unitáriusokat, így van. Tehát, hogy már az ott is gond van, hogy kit nevezünk kereszténynek, és ezt mindig definiálni kell, és mindig kell beszélni róla, hogy ne szűkítsük le akár a katolikusra, akár a reformátusra, akár az unitáriusra ezt a dolgot,
hanem ez a legjobb, amikor azt mondom, hogy Krisztussal azonosul. Ez nagyon, nagyon jó megfogalmazás. Azt szoktam egyébként példának mondani, amikor mondjuk így homiliákba beszélek, hogy mindenkinek van egy édesanyukája. Az édesanya, az maga a koncepció az mindenkinek azonos. De mindenkinek más az édesanyja. És ugye ilyen az istenképűségünk is, hogy az, hogy nekem van egy istenképem, az nem olyan, mint aki mellettem ül ennél az asztalnál. Viszont maga a viszonyulás az ugyanaz. És az az egy valaki, akiről beszélünk, az abszolút, az megint egy valaki. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, és ezt az istenképűséget kellene közösen megtapasztalni, és hogy művészet mondta, valóban ez kell egy ilyen asztal, ahol leülünk és beszélünk, addig nincs nagy baj. És még egy gondolat ehhez, ami eszembe jutott, ha létezne fordított lista, hogy hol vannak biztonságban a keresztények, Magyarország szerintem a top lista elején van. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy itt is vannak problémák, és nem a gyilkosságoktól kezdődnek a problémák, hanem szívben dől el sok minden. Most a közelmúltban beszéltem olyan emberrel, aki aktív hitoktató, hogy egyébként logisztikai munkát végez szerteszét az országba, és egy céghez elment, ahol leadta az életrajzát, és nézi a cégvezető, és amikor meglátta, hogy hitoktatót, elakadt, és mondta, hogy most magát mit akar majd imádkozni, a munkahelyet, vagy mi. Tehát, hogy ez a mai Magyarországon történik meg, tehát még a fejekben azért nagyon sok probléma van. És én azt gondolom, hogy ez a keresztények védelme, az innen indul, a családokból, az egyasztaltól, arról, hogy beszélgessünk ilyen témákról, ugyanis innen indul el az a nagy gyűlölet, amivel mi foglalkozunk, amikor már eljutunk egymás meggyilkolásáig, amikor már eljutunk odáig, hogy a te vallásod az nem az én vallásom, mint hogyha nem egyről beszélnénk. Itt egy édesanyánk van ebben a történetben, és ezt kell megtaláljuk, ezt a közös hangot. Ehhez szívesen kapcsolódnék egy gondolattal, mert nagyon-nagyon tetszett, és köszönöm is neked, hogy ezt a Open Doors féle definíciót elmondtad újra. Találkoztam vele korábban, de most fontos volt felidézni, hogy az már bosszantó, vagy üldözésre okot adó sokaknak, ha valaki Krisztussal azonosul, csak azért, mert azonosul. De ha még be is tölti a küldetését, az aztán végképp kiveri a biztosítékot. Ugye? Tehát én azt látom, én azt gondolom, hogy mindegyikünknek, minden keresztény embernek a személyes elhívása az ebben a kettősségben van, pedig, hogy Krisztus tanítványává válni, és másokat tanítványá tenni. Én abban hiszek, hogy ez minden embernek adatik, a missziói parancsnak az alkalmazása, persze nem biztos, hogy úgy, hogy kimegy és hirdeti az evangéliumot egy utcasarkon, vagy valamilyen formális módon teszi ezt, hanem a hivatása által abban, amiben van. De ez a kettő az, amiért a keresztényeket üldözik, hogy ő a Krisztus tanítványa, meg hogy másokat Krisztus tanítványával akar tenni. És ha belegondolunk, ez pont az, amiben az Úr Jézus összefoglalta az embernek a dolgát. Ő azt mondta, hogy szeresd az Istent, az az Isten kapcsolat, és szeresd a fele barátodat. Tehát ez a két dimenzió mindenben végigmegy. Én még annyit szerez, és csak őt imád. Igen, és csak ő témát. Így van, persze. Az nagyon fontos. Tehát, hogy a Krisztusnak a megismerése és vele létel, van, ahol már ez is üldözésre okot ad, de amikor valaki ezt még kiismeri mondani, tehát meg akarja jelentetni. Ugye üldözött keresztényekről, amikor beszélünk, általában iszlám országokban, nem mindig és nem kizárólag, de ugye akkor azért bántják őt, mert ő mondjuk a saját gyermekét, ugye számtalan országban az is be van tiltva, hogy 18 év alatti gyermekét elvigye valaki mondjuk egy megtűrt amúgy keresztény felekezetben, nem viheti el. De aki bármi másban ezt teszi. Tehát most már Nyugat-Európa is ott van, meg az Egyesült Államok is ott van, meg szeretnék erők Magyarországot is arra kényszeríteni, hogy valaki színészként ne lehessen Isten hitvallója, vagy rendőrként, vagy akármiként, tehát felsorolhatnánk az összes szakmát. Ha Krisztusé vagyok, és ő vele vagyok, az már egy bántó, valakinek úgy élik meg, ha pedig még másoknak is próbálom ezt mondani, akár a saját gyermekemnek, vagy a szomszédomnak, vagy egy munkatársamnak, akkor ott aztán végképp elszakad a célba. Mi ad arra erőt, hogy valaki akár az üldözés ellenére felvállalja a hitét? Miket tapasztaltatok terepen? Ugye az említettem, hogy segédszervezetként mi nem is foglalkozhatunk, és nem is foglalkozunk a missziói parancs azon részére, ami arra irányul, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát ezzel az alapelv is ráadásul a munkátokban és a keresztény filozófiában is, ugye? Ez a mi, ugye a segélyszületi munkában, mi
teljesen külön választjuk. Ugye, hogyha valaki misszionáriusként, vagy lelkészként, vagy egyházként végez segélyezési tevékenységet, az én azt gondolom, hogy az egy teljesen magától értetődő dolog. De az, amikor kifejezetten azért megyek el valahova, hogy én segélyt adok azért, hogy te az én általam átadott üzenetet meghallgasd, az én azt gondolom, hogy az a jézusi missziói parancsnak a, hát most nem akarok erőszót használni, de valamilyen vagy félreértelmezése, és akkor most finoman fogalmaztam. Mi ugye többen így is látszik, nem, hogy ti keresztények vagytok. Ugye mi ezt angolul úgy szokták megnevezni, hogy faith-based organization, tehát hitvalláson vagy az egyházi elköteleződésen alapuló szervezet. Tehát mi ugye keresztény hátterű segélyszervezet vagyunk, és a keresztényi attitűd, a keresztényi mentalitás ugye az az, hogy mi mindenkit, független attól, hogy miért került bajba, mi mindenkinek segítünk. És ugye ez én szerintem az, ami egy olyan hozzáadott érték lehet talán, ami miatt tényleg azt érezzük, és azt látjuk, hogy elfogadják a mi munkánkat a világ minden országába, kivéve ugye az említett iszlám államot, ami egyszerűen az volt, ahol nem lehetett semmiféle párbeszédet kialakítani. Tehát igazából a segélyezés, meg a segítségnyújtás az egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy az a keresztény ember számára az a hitnek a gyakorlása és a hitnek a megélése is lehet, hogy mi segítünk mindenkin. Ez az érzés, én azt gondolom, hogy egy hívő ember számára, amikor a gyakorlatban is meg tudja élni a hitét ilyen módon, mert ennek is nagyon sok a formája van a hitünknek a megélésének, talán így a cselekvő hitnek az egyik legjobb példáját végezzük mi, nem csak az ökonomikus segélyszeret, hanem minden magyarországi egyházi hátterű segélyszeret, és lehet, hogy a nem egyházi hátterű segélyszerezetek csak nem tudnak róla, hiszen azért az ember szívébe vésve ott van az Isten képviségünk, azért az ott van mindenkiben, tehát azt senki nem tudja megtagadni, hogy mi teremtettek vagyunk, és magunkban hordozunk olyan jegyeket, az Úristentől kaptunk. Miben látjátok a megoldást, hogy elinduljunk egy talán a keresztényeket kevésbé üldöző világ felé? Van erre egyáltalán remény, vagy ez túlontúl negédes elgondolás? Vagy legalábbis hogyan teremtsük meg a mi saját békénket? Egy evangéliumi idézettel mondanék erre egy választ, hogy imádkozzatok üldözőitekért. Én szerintem a nagyobb perspektíva a keresztény üldözés megoldásában egyébként csatlakozva az előzőm szólóhoz, hogy nem csak a keresztényeknek kell segíteni, hanem mindenkinek. Eszembe jutott Ternyák professzor úrnak, aki orvos misszióban volt annak idején Afrikában, egy gondolata, egy előadásán mondta, hogy küldhettek ide 1000, 10000, 100000 orvost, nem fogjátok meggyógyítani Afrikát, mert az alapvető probléma az politikai. Tehát nem csak a szindrómákat kell kezelni, hanem az okokat kell gyógyítani. És ehhez, amikor valaki üldözi a keresztényt, azt a valakit kell úgymond kezelni, vagy gyógyítani. Ott kell azt a helyzetet megoldani, hogy ne üldözzék a keresztényt. Tehát én egy ilyen nagyobb perspektívából látnám azt, hogy megoldás szülessen. Én ugyanígy gondolom. Nagyon jó. Köszönöm. Én ugyanígy gondolom. Ugye azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság meg szabaddá tesz, ugye sokat beszélünk, mi az igazság. Hogy Krisztussal támad. Ezt el kell juttatni mindenkihez, de aki nem akarja, azt nem kell agyonverni. Igen. Hát ez nagyon egyszerű feladat ez. Az viszont bánthatja másokat, mikor az ember talán túl dicsekedve mondja keresztény létét, és akkor az már eleve rossz vért szül. Tehát mindig a legalázatosabbak tudták a legjobban a Jóistenhez terelni. De az Úr Jézus maga is, ő az út, az igazság és az élet. Oda kell vezetni mindenkit, és az igazság szabaddá tesz. És hogyha a Jóisten azt kéri tőlünk, hogy nem könnyű, hogy vörösvértanúak leszünk, hát akkor vörösvértanúak leszünk. Azok a reménységet elvesztett, ugye
reménnyel szemben van a kétségbeesés, a hittel a hitetlenség. Az Isten törvényel az öntörvény. Tehát azok az öntörvényű ideológiákba csúszott emberek, akik elvesztik a reményt és kétségbeesnek, azok eljuthatnak a gonoszságig, és a gonoszságnak olyan fajtájára, amit mondtál, hogy levágják macsétával a mellüket, stb., mert az rosszabb, mint megölni valakit. Tehát minél több tovább szenved, de miért csinálja, hogy veszíts el a hitét? Mert minél több fájdalmad van, annál jobban hol vagy, uram, fölmerülhet. És ahhoz, hogy az ember abban az állapotában is tudjon jó Istennel úgy lenni, mindig a pap nagy bátány jut eszem, amikor kiengedték a börtönből, Bodajki prépost volt, vagy Gyula bácsi, és 62-ben kiengedték, összejött a család. Nagyanyám testvére volt, nagyapám, édesapám, édesanyám, keresztapám, többiek. Karcsika menjék, 8 éves voltam. Csukd be az ajtót, menj ki a konyhába. De azt nem mondták, hogy a konyhába is csukjam be az ajtót, csak hogy oda is menj. A konyha ajtót nyilván, csibész gyerek, hallgatóztam. Gyula bántottak, mondta nagyanyám. Nem válaszol. Gyula bántottak, nem válaszol. Gyula, hát mi vagyunk a családod, bántottak. És akkor felszakadt belőle valami, ahogy hallottam, hogy én mindent kibírtam. És akkor mindenki szipogott, gondolom, ahogy hallottam, és akkor egyszer csak, mikor csönd lett, ugye angyal szállt át a légen Csehov, hogy csöndbe lehet csak jókat mondani, és akkor azt mondja, hogy a Jóisten olyan erős idegrendszert adott, hogy én mindent kibírtam. Én nem dobok senkire követ, aki ott benn aláírt vagy aláíratott. De az álljon meg az Isten előtt, aki önként dalolva aláírt vagy aláíratott. És lezárta. Tehát nem félt. Köztörvényesek közé vitték be, mire kijött, megtérítette őket. Állandóan volt szennyise, fejből tudták. Szentbérsektől rákérdeztem, hogy igaz. Azt mondja, nem tudok mindenről pontosan beszámolni, mert másik cellában voltunk, de csöveken jeleztünk egymásnak. Hát hogy? Hát, de Regőci atya, akiről most az alapítvány. Ugyanez, ott is tudok ilyen történeteket. Tehát ott benn is, ott benn, mikor bevitték őket a nyomorságba. Tehát soha nem lehet tudni. Vagy az az apáca, akit a délszláv háborúban megerőszakoltak. És akkor a apáca főnöknő, most én tisztasági fogadalmat tettem meg, hát most itt a gyerek jön, most vetessem, hogy nem, kicsi lányom, tartsd meg, szüld meg. És ha akarsz, kimész, ha akarsz, itt maradsz velünk, és együtt fölneveljük a gyereket veled együtt. Na, ezek az igazi hit leleményesei. És nekünk az kell, fel kell, dolgoznunk kell rajta, hogy hit leleményesek legyünk. Mint ahogy az Úr Jézus is. A tanítványok is betoltak, mint a Getsemáni kertbe, de az, Janika csak oda ment a kereszt alá. De ő volt az egyedül, aki nem hart vértanúhát. Ő az, aki nem megy expressz a mennyországba vértanúhállal. Hát a kereszténység merészeket mond. Ezért van felénk a sok üldözés. Mert mi merészeket mondunk az élet végső értelméről. Olyan merészeket mondunk, hogy van örök élet, és van örök kárhozat, és az rajtad múlik. Hát ez nagyon kemény. Mit üzennek azok, akik most élik meg ezt a nyomorúságot, hogy miben segíthetünk nekik? Mit üzennek mondjuk az üldözött keresztény testvérek? Az egyik muszlim országból, amikor eljöttem ott, akkor többször voltam már, és akkor elég sokat velük tudtam lenni. Az otthonaikban jártam, háznál is tartottunk istentiszteletet, imádkoztam értük, stb. Nem azt mondták a végén, a búcsúzásban, ami tényleg könnyes volt. Tehát tényleg én is sírtam, amikor évek után már a nevüket tudom, gyerekük nevét tudom, náluk lakom, stb. Nem azt mondták, hogy hozzál pénzt, küldjél pénzt. Azt mondja, 3 kérésünk van, az belém égett. Azt mondja, hogy szeressetek bennünket, üldözött keresztényeket, szeressetek bennünket, ne felejtsetek el bennünket, és gyertek vissza hozzánk. Tehát hogy mit tehetünk, ugye így szólt a kérdésed, mindenki nem mehet el, nem is kell elmenni mindenkinek, nem is olyan egyszerű, nem is biztatok mindenkit. Mindig gondolom, aki jönne vele, mondom, nem olyan egyszerű, komoly kiképzés, sok minden kell ehhez.
de ne felejtsük el őket, szeressük őket. Ugye imádkozzunk értük, ez is benne van ebben a szeretetben. És hogyha szabad egy Biblia verset is idéznem ehhez, az elmúlt hetekben ez nagyon sokat jelentett nekem, most erről is hirdettem igét az egyik vasárnap. Jelenések könyvének 12. része, hogy egy mondatban elmondjam a kontextus, az ősi kígyó, a fenevad, akit sátánnak is neveznek, elszabadul, és elmegy a világ királyaihoz, magyarul a nagyhatalmi vezetőkhöz, hogy átverje őket, hogy meggyőzze őket. Iszonyatos rombolást csinál a földön, és akkor a 12. rész, 11. vers a következőt mondja. De legyőzték őt a bárány vérével, bizonságtételük beszédével, és életük nem kimélésével. Tehát ez a három. Az elsőhöz sok közünk van, de nem mi csináljuk. A bárány vérével Jézus Krisztus meghalt értünk, ő a közbenjáró, az egyedüli közbenjáró, bárány vére adja a győzelmet. Aztán a bizonyságtételük beszédével, tehát a Isten szavával, de ami már átmegy az életünkön és átvilágít. És a harmadik, a hiteles tanúskodással, igen. És életük nem kimélésével. Na most ott a görögben a mártűr szó szerepel, tehát van, akinek ezért meg kell halni. Nem tudjuk, hogy hogy van az, hogy mi nem oda születtünk, ők meg igen, ezt nem tudjuk rendbe rakni, nem mi vagyunk az Isten, de az életünk nem kimélése ránk is igaz. Tehát, hogy mindenki a maga szakmájába, dolgába, elhivatásába bele kell, hogy tegye magát annyira, hogy nem kiméli magát. A bárány vére van mindenek felett, rajtunk átmegy az Isten igéje, mi adjuk tovább, de az életünket nem kíméljük. Ők sem a maguk helyén, és mi sem. Ez adta az iszonyatos fenevad fölötti győzelmet, vagy ez adja, így beszél erről a jelenések könyve, ez a hármas kombináció. És miben segíthetünk most azoknak, akik az ukrajnai helyzetet szenvedik el? Nem tudom, hogy ebben a műsorban lehet-e mondani, de a magyarországi segélyszervezeteket, szeretett szolgálatokat kérjük, hogy támogassa mindenki. Vannak különböző telefonszámok, ha lehet mondani, akkor az ökörökös segélyszervezetet mondanám. Nyilván a 1353-as számhívásával mindenki 250 forinttal tudja a mostani ukrán menekülteket támogató munkánkat segíteni. Magyarországon támogatjuk őket lakhatással, élelmezéssel, minden területen, illetve Ukrajnában, Kárpátalján is. Reméljük, hogy minél előbb ez a helyzet valamilyen irányba eldől, azt nem tudjuk nyilván, hogy milyen irányba. Az biztos, hogy nagyon sok segítségre szoruló ember lesz, és ugye nyilván erre is készülünk, hogy a háború által okozott károkat mind az épületekben, mind a házakban, mind a családokban és mind a lelkekben okozott károkat próbáljuk enyhíteni. És hogy ezt erre biztatok mindenkit. Tegyünk ezért közösen, és ne feledjük el azokat, akiket üldöznek a hitük miatt. Minden keresztény szervezet elindította a jó szolgálati tevékenységét Kárpátalja felé és a magyar-ukrán határral, támogassuk őket, és a közmédia is folyamatosan segíti a menekülteket, tegyünk értük együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma este. Önöknek pedig, kedves nézőink, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Foglaljanak helyet az Agapé asztalánál a jövő héten is. Addig is, Isten áldja önöket!